Felpörögtek a retro motorok, és persze főként a babetták motorjai a Balaton körül. A résztvevők már hetedszerre vágtak neki a magyar tenger körbe motorozásának. Annyit kell tudni, hogy idén hetedik éve lesz, hogy körbe megyünk a Balatonon, ugye Babetta túra a neved, de túlnyomó rész babettákkal, de nem csak babettákkal, hanem mindenféle régi retro motorokkal, kinek milyen van, és hát 7 éve, 3 fővel vágtunk neki, ilyen vadkempingezés lesz, ami lesz, aztán nem azt mondom, hogy annyira jól sikerült, de sikerült, és sokan bejelentkeztek már, hogy szeretnének majd velünk tartani, és akkor így alakult ki, hogy a következő évre is mentünk, és már az ország nagyon sok pontjáról velünk tartottak így csapatok. Az egyre népszerűbb, több részből álló túrára idén is sokan jelentkeztek. Hát idén oda jutottunk, hogy már 80 fővel vágunk neki ennek a két napnak, és gyakorlatilag családok, cégek, barátok, rokonok, már mindenki már ilyen több részben áll ez a rendezvény, kinek hogyan, és hát gyakorlatilag első nap Révfülöpig megyünk, ha minden jól megy, ott van a szállásunk, és akkor a másnap érünk vissza, ugye Siófokról indulunk, és oda is érkezünk vissza, hogyha minden jól megy, és hát bízunk benne, hogy mindenki célba ér, idén is, eddig is úgy volt. A résztvevők közül voltak, akik korábban még nézőként kísérték a babettások útját, de idén már a motorosok csapatát erősítették. Én nagyon örülök ennek a rendezvénynek, ez már ugye a hetedik alkalom. Az elsőn csak nézelődő voltam, tehát a fogadásba vettem részt, az őrültek fogadásába, mondhatjuk így is. Aztán nagyon megtetszett, és azóta, ha tehetem, minden évben részt veszek rajta, babettával természetesen. Ez egy nagyon jó dolog. Imádunk szerelni, imádunk olajos kézzel közlekedni, imádjuk a hangulatot, imádjuk a Balatont, mi kellene több. A szervezők elmondták, hogy idén is remek hangulatban telt a kétnapos retromotorozás, és jövőre is várnak minden érdeklődőt és leendő résztvevőt.